Két meccset is játszottak az elmúlt hét második felében a nyíregyházi női kosarasok. Csütörtökön a 13. fordulóban elmaradt szegedi mérkőzését pótolta az NKS. Bár a vendégek kezdték jobban a találkozót, a nagyszünetben már a hazaiak vezettek 3 ponttal. A folytatás is szoros volt, végül 77-74-re nyertek a tiszapartiak. Farkasinszki Gyuláni edző elmondta, mi hiányzott ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést. Egyetemen az összhang, a csapatmunka, nem tudtunk egymásért küzdeni. Nem volt meg az, ami ugye a nemzetvédelmi ellen meg volt, hogy mindenki pontot tudott dobni, mindenki ugyanaz a lendülettel, elánnal küzdött és hajtott. Itt ugye megint átmentünk két személyes csapattal, tehát itt a Dia és az Orsin kívül ugye 2 meg 4 pontokat sikerült a többieknek dobni, és az volt a fájó ebbe az egészbe, hogy teljesen mindegy, hogy mit támadtunk, mit védtünk, a csapat az semmilyen szinten nem akart összeállni, olyan elemi hibákat védettünk, amit úgy gondolom, hogy gyerekkorosztályban se igen szabad, tehát 100%-os ígyszereket úgy hagytunk ki, hogy közben még lépéshibákat is vétettünk. Hát én úgy gondolom, hogy ez egyértelműen a nem odafigyelés, a nem koncentráció volt ez a mérkőzés. Vasárnap Kecskeméten egy régi új játékossal, Kis Gabriellával a soraiban lépett pályára az NKS. A vendégek az első 3/4-ben 23 pontos előnyt szereztek, és bár a záró 10 perc a hazaiak élet, 85-75-ös nyíregyházi sikerrel zárult a mérkőzés. Azok a játékosok, akik eddig az nem nagyon vállalkoztak, most azért elkezdtek dolgozni, és nagyon jól működött is ez kb. 3/4-en keresztül, aztán ugyanúgy kicsit beleulultunk, belefásultunk a mérkőzésbe, elhittük, hogy ez a 20 pont különbség, ez már bőven elég ahhoz, hogy mi mérkőzést nyerjünk, és a negyedben azért kicsit megizzadtunk, mert ott azért voltak olyan szituációk, amikor percenek keresztül nem tudtunk pontot dobni, de jöttek ugye a rutin játékosaink, és ugye azokban a szituációkban azokat a helyzeteket, amiket kellettek, bedobtak, és így hál' Istennek sikerült ezt a mérkőzést is megnyernünk. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapesttel 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 12 győzelme mellett 3 vereséget szenvedő nyíregyházi kosársulit, amely vasárnap Szolnokon lép pályára.